A Holokauszt és a családom Facebook oldal nevében köszöntök mindenkit, aki eljött, aki írt az oldalra, aki most szervezett itt, aki felolvas, aki velünk sírt, nevetett, hozzászólt, egy szóval mindazokat, akik emlékeztek. Ez az oldal úgy jött létre, hogy a Csillagos Házak projekt térképét körbeküldtem néhány ismerősömnek és barátomnak, köztük Őrsi Mátyásnak, aki néhány nap múlva megindította ezt a Facebook csoportot. Ez az oldal nem csak valamiért, hanem valami ellenében is született. Őrsi Mátyás a Rumbassebestén utcai zsinagógában azt is mondta, hogy őt még Szakály Sándor is hozzásegítette ennek az oldalnak az indításához. Mi hívtunk és hívunk mindenkit, aki túlélő, aki szemtanú volt, aki második és harmadik generációs, aki esetleg gyilkos felmenőivel szeretne szembenézni itt, akiért személyesen talán már nem felelős, mindenkit, aki néma vagy áldozati szemtanúja a dolgoknak. Ennek a csoportnak a téglái a családtörténetek, de a habarcsa az a sok kommentár, amely érzékelteti, hogy nem egyedül kell szembenéznünk a bonyolult múlttal, ahonnan súlyos terhekkel jöttünk. Ezekről a hozzászólásokról nekem azok a dicsérő felkiáltások jutnak eszembe, amelyel a Tóra olvasót kísérik helyére a zsinagógában. Skajach, ezt kiabálják, ami annak a gyors kiejtése, hogy légy erős és áldott. Számomra ez a kölcsönös biztatás, és nem a holokauszt árnyéka formálja a csoportot, mert mi nem hátra nézünk, hanem tükörbe. Ez az oldal a múlt mellett rólunk szól, akik ismeretlen rokonok fényképei, elhallgatások és féligasságok, hamisságok között nemzedékek sebeit örökölve nőttünk fel, és többé nem akarunk hallgatva és hamis országban félve élni. Egy emlékező, aki 14 évesen szállt fel a Bergen-Belsen felé induló vonatra, azt írta nekem, aki 1944-ben Budapesten tudni akart a holokausztról, mindent tudhatott róla. Miért történt meg mégis? És hogyan lehet ezt megakadályozni? Oszip Mandelstam, orosz szovjet zsidó költő azt mondta, hogy az emberek azt hiszik, hogy attól, ha a villamosok járnak rendben az utcán, akkor minden teljesen rendben van. Hát mi ne higgyük már ezt. Széthullott darabkáit keressük egy nagy, széttört mozaiknak, amelynek a neve Magyar Történelem.